Krisztusban, kedves testvérek! November 15-e a görögkatolikus egyházban a karácsony előtti bűnbánati időszak első napja. A bizánci egyházban 40 napos, nagyjából 6 hetes előkészítő periódus ez, amelyben a bűnbánatra, az üdvözítő születésére való várakozásunkra, az Istennel szembeni koncentráltabb odafigyelésünkre fektetünk hangsúlyt. Aki előkészül valamire, előkészületeit a várakozás egyében teszi. Mi emberek tulajdonképpen mindig várakozásban élünk. Egyfolytában várakozunk, hol türelmesen, hol kifejezetten türelmetlenül, várakozunk jövőbeli eseményekre, céljaink, vágyaink elérésére, számunkra fontos történésekre. Valószínűleg azért vagyunk állandó várakozásban, mert létünk olyannak lett megalkotva, amely önmagában sok hiányosságot, befejezetlenséget mutat, és így beteljesedésekre a beteljesedésre vár. Hiány lények vagyunk abban az értelemben, hogy életünk, törekvéseink dinamikája egyfolytában előrehajt minket, azért várakozunk, mert többet akarunk, mi magunk szeretnénk többé lenni. A kereszténység tanítása szerint Isten olyan köztes lénynek alkotott meg bennünket embereket, akik testi mi voltukban tudatukon, lelkükön keresztül képesek felemelkedni teremtőjükhöz, és képesek vele örök szeretet közösségben egyé válni. Legvégső célunk, hogy Isten színről színre láthassuk, hogy emberi természetünk átistenülési folyamata beteljesedjék. Karácsony előtt azért tartunk bűnbánati időszakot, s azért készülünk Jézus Krisztus születésének megünneplésére, mert Isten hozzánk való elérkezése teljesíti be legmélyebb várakozásunkat. Az idei évünk karácsonyát alapvetően máshogy várjuk és máshogy is fogjuk ünnepelni, nem a korábbi évek általában megszokott nyugalma szerint. A 2020-as évünk jó részt a pandémia szorongatása közepette zajlik. Szomorú statisztikákat hallunk napról napra a híradásokban, megbetegedett ismerőseinket féltjük, sok emberi életet követelt már a vírus. Eközben a vírushelyzet gazdasági következményei sokak életét tűnnek olykor teljesen ellehetetleníteni. Nem csak a vírus adott nekünk sok gondolkodni valót az elmúlt időszakban. Terrorcselekményekről értesültünk többször is, érthetetlen emberi kegyetlenségek híreit vettük. A világ sok részén van krízis helyzetben ember, sokan akarják elhagyni szülőföldjüket, élhetőbb életet keresve maguknak. Pandémia, elvándorlásokhoz kötődő jelenségek, fanatizmusok és erőszakosság újabb problémák egész sorozatát generálják. Mindezek tükrében vélhetően nem túlzás azt mondani, hogy a 2020-as év embere a félelmeknek, veszélyeknek, a szorongásnak kitett ember. Olyan benyomásunk van, mintha az emberiség eddigi belátásai, elért fejlődési sikerei hatástalanok, elégtelenek lennének mai helyzetünkben. Mintha olyan kihívásokkal kellene szembesülnünk, amelyek túlnőnek rajtunk, szokatlan, hogy egyszerre ilyen sok ember, és ilyen nagymértékben kiszolgáltatottja veszélyeknek és kríziseknek. Ha világunkban jól érezzük magunkat, akkor az azért van, mert körültekintve rendet látunk, a dolgok megszokott rendjüknek megfelelően történnek. Ilyenkor a körülmények támogatják létünket, s a dolgok menete nagydészt kiszámítható. Napjaink nehézségeit azonban éppen a megtapasztalt rendetlenségek okozzák. A természet mutat magán rendetlenséget, amikor világméretű járvánnyal kell számot vettünk egy láthatatlan parányi vírus miatt, a természet rendetlensége, hogy hurrikánok, földrengések, áradások sújtanak le a föld bizonyos területein. Másrészt nagyon sok rendetlenséget talál önmagában az ember, ami magyarázata az erőszaknak, üldözésnek, bántalmazásoknak és a megszámlálhatatlan igazságtalan cselekedeteknek. Az egyházatják gyakran hangsúlyozták, hogy az ember bűnös mi volta, az ember bukottsága szoros összefüggést mutat a kozmosz bizonyos rendezetlenségével is. Ádám és Éva engedetlenségének következményeit többen is kozmikus mértékűnek ítélték meg. Emberi természetünknek nem csak jósága, hanem sérülékenysége és egyben rosszasága is tükröződik tehát az egész természeti világban. Pálapostól a rómaiakhoz írt levelének 8. fejezete szerint mi emberek a fogadott fiúságot, testünk megváltását várjuk és sóhajtozzuk. Ezzel együtt azt állítja Pálapostól, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajódik. E páli mondatok az ember és a természet, az ember és az anyagi valóság együttes, tehát a teljes világ drámáját mutatják be, amelyhez közben a beteljesedés, a megváltás reménye is hozzá kapcsolódik. A keleti kereszténység 7. században él teológusa, hitvalló Maximus szerint világunk a hiúság és az átistenülés között ingadozik, az anyagiságnak, a természetnek szeszélyei és kaotikus jegyei vannak, melyeket szintén csak a megváltás, a krisztusi újjáteremtés tud rendezetté tenni. Amikor Pierre de Chardin a 20. századi jezsuita tudó szemléli a világot, azt írja, hogy annak részét alkotja a rendetlenségből, sikertelenségből, a szétesésből eredő rossz. E rossz eredményezi a szenvedéseket, betegségeket, a halált, a boldogság helyét elfoglaló nyomort. Maximus és Pierre Teilhard de szerint ugyanakkor a kozmosz egész történelme, annak kezdete és bevégződése, a kozmosz végcélja Jézus Krisztusban van elhelyezve. A francia jezsuitatja szerint, amikor Krisztus a világba született, a világ szélességében, hosszában, mélységében fogadta magába Istent, és ezáltal adódik lehetősége az újjáteremtettségre. A természet, a bennünket körülvevő anyagi világ csetlőbotló, labilis, szeszélyes, rendetlen, olykor kifejezetten ember ellenes lépései ellenére is az omega pont felé tart, saját teremtőjéhez fog visszaérkezni a világ. Hitvalló Maximus ezzel egybecsengve a következőt állítja. Krisztus önmagába zárja gondviselőleg az egész világot, előre haladó mozgásukban és cselekvésükben meggyógyítja és átisteníti a teremtményeket. Krisztus közvetítésen keresztül az egész világot Isten fogja átjárni, Isten alakítja át és újítja meg a teljes világot. Hat héttel karácsony előtt, egy bűnbánati időszaknak a kezdetén, egy a várakozás habitusában eltöltendő bőti időszak legelején azzal a kérdéssel is szembesíthetjük magunkat, mi vajon hogyan gondolkodunk saját benső rendezetlenségeinket illetően. A bűnbánati gyakorlatok első és legfontosabb feltétele, hogy beismerjük, sokszor adunk teret a káosznak gondolatainkban, szándékainkban és cselekedeteinkben. A Biblia szerint éppen ezért rendetlen lehet egy-egy vágyunk, rendetlen lehet a viselkedésünk, s rendetlen lehet sajnos akár a teljes életünk is. A bizánci teológiához kapcsolódó antropológia szerint minden egyes embernek Istenben van meg az ideális képe, alkotunk mindenkiről készített egy eszményi képet. Életünk feladata éppen abban áll, hogy ezen ideális valóságunkhoz felemelkedjünk aki erényes életre törekszik, aki bőjtől, jó tettekkel, imádsággal igyekszik berendezni életét, az éppen Istenben nyugvó képéhez igyekszik felemelkedni. Hitvalló Maximus szerint a megváltott és az isteni kegyelemmel együttműködő ember így kiállt fel. Krisztus helyre állított és meggyógyított engem. Önmagamhoz igazított, csodás módon rendezett engem Istenemhez, akitől létemet kaptam, s akihez rendelve vagyok. E felkiáltás tanúsága szerint érheti az embert az a tapasztalat, hogy önmaga rendezett, rendezetlenségektől teljesen mentes önmagára talál rá. Kedves testvérek, 2020 karácsonya, 2020 karácsony előtti bűnbánati időszaka sokunk számára egészen sajátos lesz. Idén valószínűleg több árnyék, fenyegetettség érzetünk komorabb valóságja fogja ezeket kísérni. Ugyanakkor minden keresztény nemzedékkel együttesen tapasztaljuk meg. Létünk legmélyebb várakozása nem más, mint önmagunk és a világ teljes rendjének áhítása. Így lesz az idei bűnbánati időszak is esély arra, hogy a külső rendetlenségek közepette jobban figyeljünk emberek egymásra, és egyben esély arra, hogy többet tegyünk meg saját rendetlenségeink ellen vívott harcainkban.